Itt a Széchenyi István Egyetemen tartotta a projektzáró rendezvényét az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény. A szervezet az önkormányzattal közösen valósította meg legutóbbi programját egy uniós pályázat segítségével, melyben közel 35 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek a konzorciumi partnerek. Mi ennek a projektnek azért örültünk nagyon, mert azt gondoltuk, amikor megláttuk a kiírást, hogy ez ránk van kitalálva. Hát az intézményi, szervezetfejlesztési, szolgáltatásfejlesztési elképzelések között szerepel régóta, hogy egy olyan információs bázist hozzunk létre, ami a lakosság egészét ki tudja szolgálni, és az idős korral kapcsolatban bárkinek a kérdésére adekvát választ adhat. A projekt célja elsősorban egy idősekre fókuszáló jelzőrendszer kialakítása volt, de a szépkorúak számára nyújtott szolgáltatások elérhetőségének javítása, az idősek és családtagjaik tájékoztatása és a segítségnyújtási lehetőségek ismertetése is a célok között szerepelt. Nagyon széleskörű együttműködéssel építettük ki ezt a jelzőrendszert, aminek a kicsúcsosodása az az idős vonal. Ez az idős vonal arra szolgál, hogy arra ad lehetőséget, hogy az együttműködő szervezetek, a lakosság, az idősek, bárki, aki olyan időssel kerül kapcsolatba, akinek problémája van, az általa megtett jelzésre a szolgáltatást tudjon reagálni. Tudjon segítséget nyújtani minél gyorsabban, és tudjon felajánlani olyan szolgáltatást, ami az idős helyzetéhez a leginkább megfelelő. Az idős vonal a projekt záróval nem ér véget, tovább működik, ehhez ugyanis minden feltétel adott, ráadásul az intézmény napi munkájába is beépült.